Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt ismét a Gólterápia. Én Bíró Dávid vagyok, a terapeuta, és a mai este folyamán a Chelsea-vel fogunk foglalkozni, hogy ezért van itt Szalkai Balázs, a Chelsea, a Magyar Chelsea Szurkolói Klub tagja. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, sziasztok, szép estét. Igen, hát nappal vesszük fel az adást, így, de mégiscsak estét kell kívánni, ugye hétfő esténként jelentkezünk itt a Gólterápiával. És kezdjük rögtön a Chelsea-nek az újraindításával, a szezon starttal, és még mielőtt rátérnénk konkrétan a mérkőzésekre és azoknak a játékára, eredményekre, kicsit így a starttal kapcsolatos helyzetre mit gondoltál, mire számítottál, és itt nyilván látjuk a tabellát, hogy hogy áll a Chelsea, hogy kiket lehet reálisan beérni, kik azok, akik reálisan beérhetik a Chelsea-t, de hogyan kalkuláltál, hogyan számoltál a csapatokkal kapcsolatban? Először is tudod, hogy mindig készülök neked valami idiótasággal az elejére. Ugye bevezették, vagy illetve hát most bevezették így, hogy újraindult, ugye szó volt, hogy az üres lelátók mellé, most nem tudom, hogy végül a FIFA-ból, vagy honnan, de ugye közönség zajt betettek, és ezt én egy hatalmas nagy hülyeségnek tartottam elsőre, de így, hogy láttam az angol bajnokikat, meg összehasonlítva a többi meccset, szerintem zseniális húzás volt, úgyhogy ennek nagyon tudok örülni, hogy nem néma csendben hallgatjuk végig a meccseket, úgyhogy először is ez egy nagyon pozitív változás. De várj, bocs, akkor már mindjárt kitérünk a kérdésem, de ide én is akarok szólni, hogy ugye a La Ligában viszont lehet látni, hogy a nézőket is kivetítik, az viszont szerintem rettentően gagyin néz ki, nem tudom, hogy láttál-e valamit. Hát nem akarom most rusázni a Manchester City szurkolókat, bár alapvetően ez egy furcsa fogalom, de ha megláttál egy City meccset, nekik ugye ott a kapu mögé, mellé volt kitéve, azt hiszem, egy ilyen 9x9-es, és hát voltak üres helyek. Most maradjunk abban, hogy biztos a technika ördöge volt, hogy nem volt ott szurkoló, de hát na. Szóval, hogyha valami hülyén nézett ki, akkor az az. Abszolút, abszolút. De komolyra fordítva a szót, és válaszolva a kérdésedre, igazság szerint nem, az egész profi labdarúgást én nem tudtam nagyon hova tenni, hogy ez most jót fog tenni, nem tesz jót, hogy fognak játszani a csapatok itt a nagy melegben, tényleg 3 naponta meccsek vannak, és egyelőre még mindig nekem egy kérdés, mert ahogy például elindultak a németek, ott azért nagyon láttuk, hogy ez ilyen, hát megközelítőleg se olyan forma, mint ami egyébként a lezárás előtt volt, úgyhogy én egy kicsit aggódtam, hogy mi lesz az angol csapatokkal, és ugye a Chelsea-vel, de egyelőre például az angol bajnokság nekem pozitív csalódás, mint hogyha jobban felkészültek volna itt az újraindulásra. Sok forduló van hátra, húzós lesz ez az évzárás, de talán pont az angol csapatok azok, akik jobban hozzászoktak ehhez, hiszen ugye ott a Boxing Day környékén télen ott játszanak végig egy ilyen hónapot. Én bizakodtam alapvetően, hogy van 2 hónapunk, rendbe lehet tenni mindent a fejekben, Lampard fel tud készülni a teljes kerettel, és akkor úgy lehet nekivágni ennek az utolsó 8-10 mérkőzésnek, hogy ténylegesen megtartsuk a top 4 hely egyikét, illetve hát ott lényegében a 4. helyet, és ne csúszunk le a BL-ről. Jó, érzel egyébként alulról erre veszélyes riválist, így látva mondjuk a Wolverhampton-t, a Manchester-t, vagy akár a Spurs-t, hogy ők tényleg veszélyesek lehetnek rátok? Mielőtt ugye elindult a bajnokság, én tartottam tőlük. Tehát nem is a Sheffield-től, mert a Sheffield-től tényleg le a kalappal, hogy kieső kerettel ott tud lenni ennyire jó helyen. De igen, inkább a Wolves, inkább a Spurs, inkább a United az, aki veszélyeztette ott a 4. helyünket, és hát nem is volt 2 meccsnyi különbség. Aztán hála az égnek, most már ott tartunk, hogy van 2 meccsnyi különbség, és mi inkább a 3. helyet veszélyeztetjük. De igen, ez egy valós félelem volt a részemről, és mivel van még 7 darab meccs, ezért itt még bármi lehet. Az első nagy komoly akadályunkat vettük, de ne rohanjunk ennyire előre, úgyhogy egyre inkább jól néz ki ez a 4. esetleg 3. hely. Azért egyébként előre is érdemes tekintgetni, már csak azért is, mert azért a Leicester is rettentően közel került így az eredményeinek tudatában, ugye nem nagyon sikerült még formába rendülniük. Tehát, hogy sokkal közelebb vannak most rá, és a elkaphatók motiváció lehet egyébként egy bronzérem egy Chelsea számára. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, még hogyha se anyagilag, se BL, se semmilyen egyéb szempontból, tehát a presztízsen kívül tényleg semmit nem számít, hogy te most 3. vagy 4. vagy a Premier League-ben, sőt, hozzáteszem egyébként lehet, hogy az 5. is megnyugodhat, mert hogyha a City-t kizárják, akkor még itt az 5. is boldog lehet. Tehát van egyfajta ilyen félig-meddig kényelem a,
itt a levegőben az angol csapatoknál, de igen, én úgy gondolom, hogy főleg a Lampard, főleg egy Lampard éra elejének, főleg Lampardnak, a fiatal játékosoknak egyelőre még sokkal motiválóbb egy bronzérem, mint az, hogy negyedikként befutunk, de természetesen az első és legfontosabb cél, hogy ott legyünk legalább a negyedik helyen. Akkor beszéljünk az Aston Villa elleni mérkőzésről, ott azért nem tűnt úgy, hogy ez a Chelsea, ez baromi jó lenne, aztán meg utána történt más, de mit gondoltál azon az első mérkőzésen? Hát először is rég izgultam, tényleg eltelt több mint 2 hónap, és aki szurkoló, és tényleg szívből szeret egy csapatot, és nem 6 millió csapatnak szurkol, hanem van egy kedvence, teljesen, tehát tényleg remegő kislányt érdekel az első randin. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen új láz volt, aztán elkezdődött a mérkőzés, és látszott, hogy igen, még csak kóstolgatunk, majd lesz ebből valami, és aztán így egyre jobban pörgött az idő, meg volt a fölény, azért nagyon magabiztos fölény, tehát az első fél időben több mint 80% fölötti labda birtoklásunk volt, és lényegében 2 darab kísérlete volt az Aston Villának, jó, természetesen az egyikből gól, ahogy ez a Chelsea védelemmel lenni szokott. De alapvetően egyrészt láttam egy kis előrelépést, meg sajnos látszott az is, hogy mi volt jellemző eddig a szezonra. Aztán a másik fontosabb mérkőzés itt ugye a City elleni győzelem, ami egyébként baromi nagy dolog, és lehet mondani a Cityre, hogy hát ők már nekik igazából nem számít, ők ott vannak a BL-ben, tulajdonképpen szinte biztos a második pozíciójuk is, és hogy nehéz motiválni Guardiolának a csapatot. Aki viszont Guardiolát ismeri, és azt a maximalizmust, amit ő képvisel, ő ezeken a mérkőzéseken is azt várja el, hogy igenis meg kell nyerni azt a meccset, és minden mérkőzés borzasztóan fontos számára, talán sokszor ez trófákba is került egyébként neki, nem tudott rotálni, vagy nem akart rotálni, de hogy mekkora presztízs ereje van egy ilyen City elleni győzelemnek ebben a szituációban, ebben a helyzetben? Úgy gondolom, hogy bármilyen szituációban ennek hatalmas nagy presztízse van, és mentálisan van ennek hatalmas nagy tétje. Egy picit, hogyha megpróbálunk tényleg elvonatkoztatni most a bajnokság állásától, akkor is a bajnokság állásával együtt is. És hát igen, mondtad Guardiola egyébként az egyik legjobb a világon, hanem a legjobb a világon abban, hogy motiválja napról napra, mérkőzésről mérkőzésre a játékosait, és hát látjuk ott például tényleg mindegy, milyen kerettel áll fel a City, nekik azért ott olyan mélysége van annak a 22-23 főnek, hogy szinte teljesen mindegy, főleg így, hogy Aguero is ugye elment térdet kivizsgáltatni, meg valószínű ki fogja itt esni egy jó időre, de megtette például a Guardiola azt a luxust, hogy nem Jesus tette oda, hanem ugye behúzta az egyik szélsőjét, és 3 szélsővel kezdett, és még így is nagyon ült, és egyébként a játékképét, ha valaki látta azért a City, amit ott néhány labdajáratást csinált, meg amit, ahogy kezelte az adott szituációt a összességében a mérkőzésen, az még bőven 1-2 szinten a Chelsea előtt van. És én úgy gondolom, hogy főleg a fiatal keretnek, főleg Lampardnak és a tabellán elfoglalt helyezésnek ennek hatalmas nagy értéke volt nekünk. Ugye Bernardo Silva játszott hamis 9-est, ami egyébként, tehát hogy nyilván sokan várták Jesust, hogy ő fogja ezt a pozíciót betölteni, de jól működött egyébként a pressing, de én azt láttam, hogy Lampard fel is készült erre, és a hosszú labdák nagyon-nagyon tudtak működni a Chelsea-nél is. Ez teljesen így van. Egyébként, aki egy picit utána néz, elcsíptek egy ilyen oldalsó mikrofonnal, amikor az egyik ivó szünetbe odahívta a játékosait, és kifejezetten erről beszélt, hogy gyerünk srácok, higgyétek el, ha hosszú labdákkal kell operálni, akkor hosszú labdákkal operálunk, ha nagyon be kell tömörülnünk, akkor nagyon betömörülünk, vagy a második labdákat szerezzük meg, és teljes mértékben érződött, hogy ő erre a szituációra készült fel, és tökéletesen látszott egyébként, hogy ül is az a fajta taktika, vagy az a fajta rugalmasság, amit a City ellen csinálni kellett. Azért a büntetőnél kicsit rágtad a körmeidet, izgultál, hogy mi lesz, mikor Willian odaállt? Nem, nála nem izgulok a büntetőnél. Egyébként ez ilyen, egy barátommal néztem, egy nagyon jó barátommal, és így videózták vissza az eseményt, és így ő kiabált mellettem, hogy ez kéz, úristen, ez kéz, hát nem hiszem el, hogy mit videóznak, és én meg ültem, hogy most melyik részét nem látom a jelenetnek, mert ugye mielőtt ugye Abraham próbálta elbesodorni a labdát, ugye előtte volt még egy nagy mentés Fernandinho részéről, és valóban ott is volt egy mozdulat, ahol a térdéről fölpattan a kezére a labda, és mondom, basszus, nehogy már ezen múljon, hogy itt az új
szabályoknak köszönhetően, hogyha ugye természetes testhelyzetben van, és ugye váratlanul rápattan egy másik testrészéről, az nem kézis erre. Miről beszélsz? Hát hülye vagy, nézd meg, mi történt utána. Ja, hogy a végén. És én már teljesen elsiklottam fölött, hogy ja, hogy ott történt a szabálytalanság, úgyhogy az inkább sokkal nagyobb izgalom volt, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, és tényleg utána, amikor láttuk 20-adjára egyébként, ott már azt nem értettem, miért videóznak ennyit, hogy egyértelműen beleüt szándékosan, miközben gólba tart a labda, nem volt. A tizinél nem izgultam én őszintén, szóval Williamben bízom ennyire. És mi a helyzet a hatos pozícióval, ahol most már Jorginho hát ugye két meccs óta nem kezdett, és Kanté az, aki ezt a pozíciót betöltötte, ami talán azt itt jelen érthető is, hogy kicsit törtelni kell a játékot, és nem feltétlenül lassítani a pozíciós játékot, vagy labdákat osztogatni, főleg ugye a Chelsea játékát látva, de azért mégiscsak ez egy tendenciának tűnik. Hát igen, a kettő már tendencia. És egyébként vissza is szeretnék kanyarodni az Aston Villa elleni meccsre, mert ott láthattuk igazán, amikor ugye a Chelsea dominál, hogy Kanténak mit kell csinálnia. Tehát láttuk a City ellen, amikor védekezni kell, neki ez a klasszikus pozíciója, ezért ő a világ egyik legjobb védekező középpályása. Én azt gondolom, hogy ebben nem volt kérdés, hogy ő valamilyen teljesítményt fog letenni az asztalra. Viszont az Aston Villa ellen, meg főleg majd azoknál a csapatoknál, ahol ugye a Chelsea dominál és birtokolja a labdát, ugye szükség lesz azokra a labdajáratásokra, passzokra, esetleg mélységindításokra, amit ugye Jorginho csinált, vagy előtte Fabregas. És én azt kell, hogy mondjam, nekem nagyon pozitív és komoly meglepetés volt az a fajta játék, amit láttunk Kantétól előrefelé. Ha valaki lát az Aston Villa elleni meccset, vagy megnéz egy összefoglalót, rengeteg mély, hosszú, ívelt labdája volt, amik rendkívül pontosak voltak. Nagyon jól váltogatta az oldalakat, jó megérzéssel. És hát, és hogyha előrefelé ő konstans tud egy ilyen teljesítmény nyújtani, védekezésben ugye nem kérdés, hogy ő a legjobb hátrafelé, az összes ottani lehetőség közül, akkor azt hiszem, hogy nem lesz szükség Jorginhóra. Erről egy kicsit később akartam beszélni, de ha már kitértünk erre a dologra, akkor van-e, vagy lehet-e itt esetleg valamilyen átjárás itt a történésekkel kapcsolatban, ami egészen egyre Chelsea-ig? Gondolok itt az Arthur Pjanic csereire, ami hát egyre hangosabb ezzel kapcsolatban a média, és ugye Sarrit azért ismerjük, hogy Jorginho gyakorlatilag a kedvenc, itt nem is kell egyik kedvenc, hanem a kedvencnek lehetne nevezni, és Pjanic távozása pont, hogy Jorginhónak csinálna helyet a Juventus esetében. El tudsz képzelni egy ilyesmit, hogy esetleg már van tapogatózások Jorginho iránt, érdeklődés? Abba biztos vagyok, hogy ők szeretnék elvinni. Tehát, hogy Sarri kísérletet fog tenni, vagy tett már arra, hogy Jorginho menjen bele tovább. Azt nem nagyon hiszem, meg nem is tudom elképzelni, hogy egy Pjanic, aki egyébként egy rendkívül jó játékos, és tisztelem az ő munkásságát, de hát ennyi idősen egy ugye kifejezetten megfiatalított Chelsea-ba, ahol a jövőépítés a kulcs, ennyi fiatal középpályással ő mit csinálna ott? Nem erre gondoltam, csak hogy éppen csak mondjuk a Barcelona kötnek, és Arthur lenne a Juventusnak a csere erre a cserénél, tehát hogy gyakorlatilag megüresedne a pozíció a Juventusnál Jorginho posztjára. Nem feltétlenül arra gondoltam, itt elsősorban pénzügyi. Ja, hogy elmegy Jorginho? Igen. Na, mehet. Felőle mehet. Okay. Nekem van egy kis ellenérzésem vele kapcsolatban, idén mondjuk egyre jobban és jobban teljesített, de látva a lehetőségeket, ugye Gilmort láttuk egyszer-kétszer játszani, meg látva most Kantét, persze nehéz egy-két-három meccsből messze menő következtetést levonni, de én úgy gondolom, hogyha Jorginhónak mennie kell, vagy adnak érte legalább egy 40 milliós ajánlatot, akkor felőle mehetne. És mi a helyzet a 9-es pozícióval? Itt is azért azt látjuk, hogy Giroud mégiscsak visszaverekedte magát a csapatba, ami mondjuk az első néhány forduló után itt talán elképzelhetetlennek tűnt. Ez egy jó döntés szerinted? Rövid távon mindenképp. Azért, mert ugye Abrahamnek volt egy nagyon komoly formahanyatlása, ezt egyébként már szerintem minden sportcsatorna, ahol láthattunk Chelsea meccset, legalább háromszor kielemezte, hogy nézett ki neki az ősz, és aztán hogy fordultunk rá a térre, meg az új év elejére, és valóban kellett neki egy versenytárs. Ez nem feltétlen olyan szempontból Abraham hibája, hogy ő akkor most rossz csatár lenne. Egy 22 éves fiatalról beszélünk, aki először kapta meg a kezdő szerepet, és valahogy én még azt éreztem, hogy mentálisan nem bírja el ezt a terhet, ezért kellett Giroud, és nagyon jókor jött Giroud.
Viszont hosszú távon nem zsíru lesz a megoldás. Azért azt látszódott, hogy ő nem fog végigbírni már egy ilyen küzdős hosszú meccset mondjuk a City ellen. Az első fél időben nagyon ült az a játék, amit neki kellett hozni, de utána nem véletlenül kellett becserélni egy dinamikusabb csatárt. És itt nem is feltétlen a labdával való ténykedéssel, hanem amikor üresbe kell mozogni, azért egy Ébrahim sokkal jobban meg tudja futtatni a védőket, mint Zsiru, amikor üresen kell mozogni a labda nélkül. Ugye Temi Ébrahimmel kapcsolatban azt szokták sokan felhozni, hogy persze jól kerül helyzetben, sok lövése van 90 percre lebontva a kapura, és ezek el is találják a kaput, csak hogy az ígyszereket, a helyzeteket nem feltétlenül használja ki megfelelően. Ezen kell elsősorban fejlődnie, hogy az első számú 9-es legyen a Chelsea-nek? Igen, én szinte teljes mértékben azt gondolom, hogy neki mentálisan fejbe kell megerősödnie ahhoz, hogy az amúgy is egyébként egy baromi nagy feladat, meg egy baromi nehéz feladat látva az elődöket a Chelsea-nél 9-esnek lenni. És főleg ilyen fiatalon, mert oké, hogy ő nem 18 éves már, hanem 22, de még az is bődületesen fiatal szerintem. Most először van ott a Premier League-ben az egyik top csapatnál kezdő csatárként. És el is várják tőle, hogy legalább 20 gól környékén szerez egy évben. Na igen, ez a kérdés, hogy elvárják-e a szurkolók, de akkor ezek szerint igen. El. Az a baj, hogy ugye Drogba is nagyon magasra tette a mércét, utána voltak nagyon rosszul sikerült kísérletezések, és utána Costa is egyébként. Szerettük mi, mert a mi idiótánk volt, de egyébként statisztikailag egyébként semmi rosszat nem lehet rámondani. Tehát mindkét szezonban 20 gól vagy fölötte teljesített, szerintem ő rendben volt. És most ehhez képest kell, tehát amikor látja maga előtt azt, hogy Drogba vagy Costa a jó teljesítmény, és látod, hogy kontra mondjuk jöttek-mentek, Remik, Bák, meg mondjuk egy Torres is besült, akkor nehéz. Kicsit beszéljünk is a jövő Chelsea-ről. Talán azt már megbeszéltük, hogy idén a Bajnokok Ligája a cél, de jövőre mi lehet a cél ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy el tudsz-e képzelni olyan minőségi igazolásokat, hogy jövőre a Premier League trófáért harcoljon a Chelsea? Hinni mindig kell benne, mert akkor kár is neki futni az adott idénynek, de hogyha reálisan nézzük, akkor úgy gondolom, hogy ez a Liverpool, meg ez a City még mindig bőven a többiek előtt járnak. A Chelsea arra az útra lépett rá, hogyha itt kiegészítjük még a hiányposztokat, és mert ugye van két jó igazolásunk, aki az előrelépésbe segíthet, akkor igenis harmadik számú csapatnak egyértelműen felléphet legalább a harmadik pozícióba, és sokkal közelebb kerülhet az első kettőhöz, mint ugye a többi mondjuk 3-4-5 üldöző. Akkor beszéljünk erről a két új igazolásról, és kezdjük Timo Wernerrel, már csak azért is, mert az volt a nagyobb meglepetés, tehát az volt, gyakorlatilag már azt várta mindenki, hogy mikor igazol a Liverpoolhoz. Egy csomó beszélgetés volt, hogy akkor na majd, akkor ő megy oda a Liverpoolhoz, ugye az edző is szerette volna, a játékos is beleillett volna abba a rendszerbe, ehelyett jött egy ilyen boom, hogy akkor Chelsea. És ott tartunk, hogy Werner gyakorlatilag a Lipcsével nem is biztos, hogy leszeretné játszani már a BL találkozókat sem, ami pláne meglepő, de hogy mit gondolsz Timo Werner érkezéséről, és hol látod az ő helyét a csapatban? Akkor szépen sorban, mert ez egy hosszú folyamat volt, ahogy eljutottunk idáig, hogy ő kék legyen. Először is kövezzenek meg a Liverpool szurkolók, de én egyelőre nem látnám Wernernek a helyét ebben a poolban. Ugye az első három játékos mindannyian 27 évesek, egyidősek, illetve most lesznek ugye 28-ak, tehát van két-három, esetleg négy év együtt nekik, úgyhogy kirobbanthatatlanok. És szerintem az a kohézió, ami megvan Firmino, Mané és Salah között, az abban én nem tudom, hogy miért kéne megbontani. Vagy én nem érzem ezt, hogy az jót tenne, hogyha valakit onnan lecserélnék. Persze ez egy más kérdés, hogyha Manét esetleg elviszi valaki, mondjuk egy Real vagy egy Paris Saint-Germain, amiről szintén cikkeztek, és akkor persze ki kell egészíteni, de én első körben ugye Wernert én mondjuk Firmino helyére tudnám elképzelni abban a csapatban, ami nekem nem lett volna indokolt, hiszen nem idős Firmino, nem volt rossz szezonja, és talán az egyik legfontosabb lányszem abban az első trióban, hogy a többi megrúgdossa a góljait. Úgyhogy fura volt. Ide muszáj kiegészítést tennem, és erről egyébként Pittel beszéltünk az egyik hot topicban is, hogy
hogy ugye lesz Afrika kupa a következő szezonban, ahol valószínűleg Salahra is, Manére is számítana a saját nemzete. Másrészt a Liverpoolnak az első csapata az rendkívül erős, bitangerős. Csak az az igazság, hogy ezek a támadó játékosok borzasztóan le vannak terhelve, és így, hogy most le fog rövidülni nyilván a nyári szünet is, ezért meg ugye majd jövőre is lesz majd egy Európa-bajnokság a nyáron, tehát nem nagyon lesz pihenés, utána meg rögtön világbajnokság, tehát egy kis rotációra lenne szüksége a Liverpoolnak, és erre Klopp gondolta, hogy a legjobb megoldás lenne. Werner már csak azért is, mert nem csak Firmino helyén tudna játszani, hanem akár a bal, vagy akár a jobb szélén is. Tehát igazából lenne egy Jolly Joker, hogy bárki bármikor be lehetne vetni. Tovább, hogy alapvetően megelőztél, és ugyanezt gondoltam volna folytatni én is, hogy igen, ő itt a dupla, illetve hát a sokáig tartó, éveken keresztül tartó terhelés miatt kell ugye jó kiegészít ember, és valószínű Origi nem éppen szilárdította meg a helyét hosszú távon, tehát hogy ezt a szempontot meg értem, csak az a kérdés, hogy például Werner ebbe belemenne hosszú távon, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben ő azért legyen ott, hogy ő legyen a másodhegedűs, és én emiatt egy kicsit persze össze is öltött volna, meg persze én azért tartottam egy kicsit furcsának. Viszont azok az érvek ülnek, amit mondtál, nálunk is ugye azt pedzegetik, hogyha Abraham és Werner kettős összeáll, akkor mondjuk egy olyan fajta felállást lehet elképzelni, mint ami Drogba és Anelka együtt játszatása volt. De akkor elsősorban te 9-es pozícióban látod, vagy hamis 9-esként, nem a bal szélem? Ez egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy ugye azzal, hogy Werner érkezik, szerintem Batshuayi egyértelműen, vagy ettől függetlenül is szerintem egyértelműen kikerült a Pixisből, tehát neki volt már másodszor is lehetősége bizonyítani, nem jött össze. Köszönjük szépen, sajnálom, de mehetünk tovább. Giroud nem fog egy évnél tovább maradni, tehát a következő szezont még lehúzza a Chelsea-vel, és szerintem ott vége lesz, és akkor ezért kellett egy harmadik támadó, mert meglátjuk egyébként például ott van rendkívül jó fiatal a Broha vagy Brozsa nevezetű csatárunk az akadémiáról, de ő még azért egy picit odébb van, úgyhogy simán el tudom képzelni 9-esnek egyébként, pont amit említettél itt a zsinórba, 2-3 éven keresztül nem lesz lényegében nyári szünet a csapatoknál, viszont azt is simán el tudom képzelni, hogy lesznek olyan meccsek, amikor ő kicsúszik a bal szélre, bár szélsőkből most alapvetően el vagyunk látva. William, úgy voltam vele, hogy ő biztos távozik, de lehet, hogy esetleg mégis marad, de akkor is, hogyha Willian és Pedro is kiesik a keretből, akkor ott van Ziyech, ott van Pulisic, ott van Hudson-Odoi, és ezzel kapásból neki lehet indulni, és akkor még van egy-két ember, akit oda be lehet tenni. Mountot is láttuk egyébként, hogyha ha szükséges, akkor tudott játszani, tehát nem feltétlen indokolja, hogy mire egy szélsőt igazoljunk le alapvetően, de hogyha kell, akkor valóban Werner is tudott játszani. És akkor beszéljünk Hakim Ziyechről is, aki egyrészt mind a két szélen bevethető, hogyha nagyon kell, de tud 10-est is játszani, sőt 8-as pozícióban is megfelelően tudja hozni az európai szintű minőséget. Őt elsősorban a kezdőcsapatban tudod elképzelni? Vagy valamiféleképpen rotációban lesz ő inkább a csapatban? És egyébként hol a pályán szerinted? Én a 8-as pozíciót zárnám ki először, tehát hogy az lesz szerintem a legritkább az ő szempontjából. Igen, jobb oldalról is, bal oldalról is, ez megint, én többet képzelem el jobb oldalról, mert bal oldalról én úgy gondolom, hogy Pulisic munkája, meg Lampard türelme, illetve mindkettőjük türelme egyre inkább beérik itt a szezon végére, azért 7 gólnál tart a Premier League-be, azt hiszem 16-7 mérkőzésen, tehát 20 mérkőzésnél kevesebbet játszott, és úgy rúgott 7 gólt, és benne megvan a potenciál, hogy ott a bal oldalon alapvetően alapember legyen, mögött ott lesz egy Hudson-Odoi, és én úgy gondolom, hogy jobb oldalra, ha Willian marad is, meg ha megy is, akkor inkább jobb oldalra kell oda Ziyechnek besegítenie. Irányítani, hát meglátjuk, oda alapvetően Mount van, és ritka, egyre ritkában állunk föl olyan felállással, ahol klasszikus, ugye irányítónak, trequartistának kéne lennie. Ezért sem annyira indokol, de ott el tudom akár képzelni. Én jobb oldalra tenném leginkább. De meglátjuk. Viszont azt egyébként érzékelhető már a piaci mozgáson is a Chelsea-nél, hogy azért van pénzük igazolni. És ezt köszönhető egyrészt annak is, hogy itt azért volt egy-két szezon, amikor, egy két átigazolási szezon, amikor ők nem igazoltak.
meg itt van még az a Hazard pénz, amit nem költött el a csapat. Tehát így azt látod, hogy most ezt próbálja a klub előnyére fordítani? Teljes mértékben. Nekünk talán a legjobbkor jött ez a... Már ha azt lehet mondani, hogy jókor jön egy koronavírus, de nem a koronavírus, hanem ez a fajta leállás, átalakulás, mert nem nagyon várható hatalmas mozgás pénzügyileg itt a nyári átigazolási időszakban, pontosan azért, mert most mindenkinek egy kicsit szűkebbre kell húzni a nadrágszíjat. És hát azért én kiemelném, hogy nem csak ezer pénzt kapjuk meg most, hanem most kaptuk meg Morátáért is a pénzt, úgyhogy kapásból 200 millióra indulunk, plusz az aprólék. És akkor nagyjából ilyen 250 millió pluszba vagyunk alapvetően, amiből lehet indulni, és hogyha megnézzük, hogy Ziyech és Werner ketten együtt kevesebb, mint 80 millióért érkeztek, és mondjuk egy PP vagy egy David Luiz is került 80 millióba, akkor azt hiszem, jól költjük a pénzt. Egyelőre mindenképpen nagyon ígéretes a csapat, de azért vannak itt még hiányposztok, ahova kellene igazolni. Kezdjük a bal hátvéd pozícióval. Talán ez a legégetőbb súlyos probléma a Chelsea szempontjából, nem? Hát annyira, hogy amikor két meccs Alonso kezd zsinórban, és tőle ugyanazt azt a hígfost látom, hogy ilyen finoman fogalmazzak, mint eddig, és megpróbálok belegondolni Lampard fejébe, hisz ő látja a többieket az edzésen, és látja ugye mondjuk Emersont játszani bal hátvédként az edzésen készülni, akkor milyen lehet az ő teljesítménye, ha mégis azt mondja, hogy Alonso legyen a kezdő. Úgyhogy igen, ez így gáz, úgy, ahogy van. Tehát egyértelműen nekem mindkét játékos kuka, és oda kell legalább egy, de inkább két játékos. Hallottál egyébként neveket? Meg egyébként probléma is, hogy a bal hátvéd piac az nem olyan erőteljes európai szinten, hogy ott tényleg tolonganának a jó játékosok, mint mondjuk a középső védő pozícióban. Vissza is nézhetünk egyébként nagyjából 10-20-30 évet, és most hogy szűken is, de egy kezeden meg tudod számolni, hány tényleg világklasszis bal hátvéd volt az európai futballban, addig jobb hátvéddel, ha nem is tengert lehet rekeszteni, de legalább kétszer annyi játékos tudsz mondani, egész egyszerűen azért, mert ugye kevesebb a ballábas játékos. Nehéz. Hát nevek voltak, ugye első körbe Chilwell, aki egyébként egy nagyon jó igazolás lehetne, hiszen angol, fiatal, azt a fajta focit is jól játsza, amikor a Leicester valami hasonlót csinál, mint mondjuk a Chelsea, tehát Lampard az egyértelműen el tudom képzelni, egyébként a válogatottnak is baromi jót tenne, hiszen ugye a szegény angol válogatott legnagyobb szívása az, hogy mondjuk Robertson nem angol, hanem skót. Úgyhogy oda Chilwell nagyon, nagyon jót tenne, nagyon sok mindenkinek, csak hát ez a 80 millió, ez a felhypolt árak, ugye, az nem biztos, hogy jó ötlet. És akkor igen, a másik kérdés Chilwell kapcsán, hogy itt a Manchester City-t is lehet hallani vele kapcsolatban, és itt megint az a kérdés, hogyha letesznek Chilwell elé egy City ajánlatot, meg egy Chelsea ajánlatot, ott csak a pénz fog dönteni? Vagy úgy érzed, hogy még egyelőre van nagyobb súlya, hogy a Manchester City nyújtja azt az ajánlatot? Nem hiszem, mást akartam volna belőle kihozni, nem, szerintem pont nem a pénz, mert nagyjából hasonló ajánlatot le fog tudni tenni mind a két klub. Ha Chelsea azt mondja, hogy igenis áldozok 70-80 millió Chilwellre, ami szerintem nettó baromság, de még a Citytől is nettó baromság 70-80 milliót áldozni, nem Chilwellre, hanem egy bármilyen ilyen játékosra, akkor ott már inkább a... Nagyon szomorú lennék, hogyha Chilwellnek mondjuk a személyes paraméterek a fizetés dönteni el. Én inkább a koncepciót nézném. És bár mondjuk most láttuk, hogy azon a poszton egyébként Mendy egyre inkább kifelé lóg a Cityből, bár Zinchenko szerintem ott már rég alapembernek kéne lennie, hiszen amikor beállt, ő szerintem jól szállt be. Mindegy, ezt majd Guardiola eldönti, de én úgy gondolom, hogy abban a koncepcióban, abban a jövőképben inkább Lampard játékához tudnám őt elképzelni. De majd Chilwell eldönti, hogyha esetleg arra kerülne a sor, hogy kék vagy világos kék pirulát kell választani. Ennyi. És kit mondtál még, vagy kire számítasz még egyiket, hogy a Chilwell hát, nem? Mert egyelőre ez több, mint bizonytalan. Igen, több, mint bizonytalan. Tagliafico neve, Odriozola neve, akik így felmerültek. De mind a kettő egy ilyen vész megoldás, vagy B megoldásnak érezném alapvetően. És valóban nehéz, mert első számú opcióra van egy Chilwellünk, és nem biztos, hogy egyrészt a City elől meg tudjuk szerezni, nem biztos, hogy egyáltalán a Leicesterrel sikerül megegyezni, úgyhogy igen, én is üres kútban nézek még. Mi a helyzet a középső védő pozícióval? Talán az, ami még egy kicsit lyukasnak tűnik a Chelsea tekintetében.
Igen, és most azért, mert hosszú távon azt mondanám, hogy ott elég nagy söprésnek, kiárusításnak kéne lennie, és új játékosokat idehozni, viszont láttuk az elmúlt két meccset, és remélhetőleg, ha az hosszú távon így marad, akkor azt mondom, hogy van két olyan játékosunk, akik itt lehet tartani egyébként az elkövetkezendő években. Ugye Rüdigerről tudtuk, hogy nem egy rossz védő, és talán jót tett neki ez az időszak, és az, hogy tényleg rá van bízva a védelem megszervezése, egyre inkább kényelmesebben ül abban a székben idézőjelesen, és egyre inkább el tudja sajátítani azt, ami oda kell hátra. Természetesen nem beszélhetünk egy Van Dijk szintű vezérletről, meg Terryről, aztán pláne nem, de egyre inkább fekszik neki ez a szerep, és ami hatalmas nagy meglepetés volt, az Christensennek a játéka, mert azt, amit ő letett egyébként oda az asztalra mindkét meccsen, az le a kalappal. Tehát ő már egy kicsit temettet játékos volt, és neki nem is képességbeli problémái voltak, vagy vannak, hanem mentálisan. Tehát minden egyes meccs előtt addig stresszelt a saját magát, hogy konkrétan fél idő előtt, fél idő alatt meg kellett hánytatni a saját magát, vagy eljutott odáig a nagy stresszelésben, és most képzeld el így, hogy ment fel a pályára. De ez most egy nagyon pozitív fordulat volt tőle. De erősítés kell. Itt egyébként ennél a teljesítménynél, és egyébként több játékosnál is látható az, hogy mióta nincsenek nézők a stadionban, azóta sokkal magasabb minőséget tud képviselni. Nagyon jó például az a Munir, aki a Barcelonában pont a nyomás miatt bukott meg, és most, hogy nincsenek nézők a Sevillában, egyszerűen úgy csillog, hogy borzasztóan kilóg a csapatból. Ugyanez a helyzet nálatok is szerintem, és itt felmerül az a kérdés, hogyha visszatérnek a nézők, visszatérnek az óriási rangadók, visszatér a nagyon-nagyon komoly nyomás, akkor nem fog újra beletörni ebbe a játékosnak a lelke? Igen, ez egy jó kérdés, de én úgy gondolom, hogy egy profi sportolót, egy igazi elsportolót, sikeres sportolót azt különbözteti meg a többitől, hogy ezekben a nehéz helyzetekben a mentális terhet is el tudja viselni, saját előnyére tudja fordítani, hiszen láthatjuk egyébként mondjuk Jesus Navas esetét, aki már rég befuthatott volna 20 évei legelején bármelyik másik csapatban, csak ugye volt neki egy ilyen utazás iszonya, félelme, és sokkal tovább maradt ott a Sevillában, mint kellett volna. Na most meglátunk sok egyéb játékost, aki nem tudta elviselni ezt a terhet. Én úgy gondolom, hogy el kell viselni, és akkor lesz belőled igazi profi, hogyha ezekkel a helyzetekkel is megküzdesz. De mondjuk jó felvezetés lehet nekik, hogy most lejátszanak X meccset közönség nélkül, egy magabiztosságot építenek, és akkor utána jött a közönség. Mi a helyzet a kapus pozícióval? És itt Kepával kapcsolatban, aki borzasztó nagy igazolásként érkezett, igazából Sarri játékában tökéletesen illett a lábmunkája miatt, de azért egyre inkább kiütközik rajta, hogy oké, hogy lábbal jó, csak hogy a kaput védeni is kell, nem csak a támadásokat megjátszani, elindítani. Mennyire érzed őt mondjuk gyenge pontnak a Chelsea tekintetében? Alapvetően úgy gondolom, hogy modern labdarúgásban most már teljes mértékben proaktív kapusok kellenek, tehát az egy alapelvárás kezd lenni, hogy ne gólvonali kapus legyél, hanem lábbal is aktívan ki tud venni a szerepedet a támadásépítésből, vagy mondjuk a labdajáratásból, hogyha ugye mélység illetámadás van az ellenfelek részéről. Ebből nagyon rendben van, mondjuk a top 10-ben benne van lábbal alapvetően, főleg a rövid passzos játéknál. Valóban egyébként nála is inkább mentális kérdés szerintem. Tehát az, hogy 70 millióért klubrekordért, minden szempontból klubrekordért megérkezel mondjuk egy spanyol középcsapat vagy a középmezőny elején lévő csapattól, az mindenképpen erős váltás. Főleg úgy, hogy előtte egy Courtois volt ott, aki egyébként, ha nem idióta, és akkor finoman fogalmaztam, akkor már rég klublegenda lehetne, vagy hát azt az utat jelölték ki neki Petrice után. Tehát ez biztos nagyon nehéz, és hát látszott, hogy neki is egy kicsit a fejébe szállt ez a pozíció. Azt azért senki ne felejts el, hogy nem azért fizetett a Chelsea 70 milliót, mert Kepa ekkora nagy ász és zseni, hanem mindenki tudta, hogy kényszerhelyzetben van. Tehát nem véletlenül kaptunk csak 35 millát Courtois-ra, és nem véletlenül került ennyibe. Bárki mást elhozunk egyébként, valószínű hasonló számot kellett volna kifizetni, mert a Chelsea kényszerhelyzetben volt, de ez valóban nem sült el jól a játékossal, utána a hisztie Sarrival. Azonban egyébként egyre inkább én azt látom, hogy kezdi el összeszedni magát. Hosszú még előtte az út, hogy én azt mondjam, hogy rendben vagyok vele,
de mutatott olyan jeleket egyébként itt Lampard munkássága alatt, meg főleg itt a visszatérésénél, hogy lehet rá egyébként számítani. Nem tudok ebbe állást foglalni, hogy tényleg jobb lenne őt elég eladni, és akkor mondjuk egy Onana, akit ugye rebeskedtek nagyon sokat elhozni, vagy bárki mást. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egyik irányba is, meg másik irányba is elsülhet, akkor is, ha marad, meg akkor is, ha megy. Érzel még a csapatban egyébként gyenge pontokat, vagy ahol mindenképpen erősítésre lenne szükség? Azon kívül, amiket említettünk. Uh-huh. Nehéz, mert igen, a védelem baloldala, kapusposzt nagy kérdés. Igazság szerint gyenge pont nem, türelem. Tehát itt ami gyenge pont lehet, az a szurkolói, edzői, tulajdonosi elvárás. Egész egyszerűen úgy néz ki, hogy tényleg működhet és jó irányba halad a Chelsea, de így, hogy egyre több és több siker van, meg tudunk verni nagy ellenfeleket, nem kéne, hogy ez elhomályosítsa az alapcélt, meg azt az utat, amit végig kell járnunk. Hiszen pont most, és direkt akarom párhuzamként hozni mondjuk Kloppnak a munkásságát a Liverpool-al, most, hogy ugye megnyerték a bajnokságot, és ezúttal gratulálok nekik. Őt ugye 2015-ben hozták ide. 2015-ben hetedikek lettek a bajnokságban, és már az első szezonjában temetni akarták. És egyébként van egy nagyon jó cikk az NSO-n, kevés jó cikkük van, de ez baromi jól sikerült. Az egyik kedves újságíró, úriember nagyon jól összeszedte, hogy akkor miből kezdett el építkezni Klopp, és most milyen van, és azért mégiscsak 5 évről beszélünk, mondjuk 3-4-5 évről még beérett a munkája, nemzetközi porondon és hazai porondon is. És én úgy gondolom, hogy Lampard is elkezdte azt a fajta csapatépítést és koncepcióépítést hosszú távon, ami már az Abramovich érában mindig is hiányzott a Chelsea-ből, mert rövid távon voltunk jók, nem is egyszer, tehát amikor ilyen 1-2-3 éves periódusokról beszélünk, akkor lehetett ott nagyon dobbantani, csak aztán mindig valami hiszti és edzőbuktatás lett a vége. Na most először érzem azt, hogy tudunk végre hosszú távra gondolkodni, és ebben jó lehet. De ehhez kell a türelem, kell az, hogy tényleg ne legyenek túl nagyok az elvárások senki felől a csapat felé. És akkor azt hiszem ebből majd az idő igazolja, hogy mennyire lett jó. Mindenképpen akarok majd beszélni a Lampard projektről, de beszéljünk kicsit a távozókról, még mielőtt rátérünk Lampardnak a munkásságára. Ugye egyről, ami biztosra tűnik az, hogy Pedro eligazol, és valószínűleg a Rómához fog menni, és itt Willian a nagy kérdéses még, akinek lejáró szerződése van. Te személy szerint, vagy akár a Chelsea szurkolói klub. Hogyan gondolkodik egyébként, hogy inkább maradjon, inkább menjen, így, hogy látjátok már az erősítéseket is? Willian az egyik legmegosztóbb személyiség. Mindenki szereti, tehát hogy alapvetően senki nem vonja kétségbe, hogy amióta itt van, azóta mennyi mindent tett a klubért, de megosztó személyiség, mert valaki nagyon önzőnek, nagyon önfejűnek tartja, brazilos mentalitással, tehát neki nagyon nagyok a hangulatingadozásai, valaki meg azt mondja, hogy igen, nagyon jól tud védekezni, végig gürűz meccseket, nem véletlenül volt a katasztrófa évünkben a szezon legjobbja, mármint Chelsea-n belül, mert tényleg fölfelé lógott akkor ki alapvetően. Úgyhogy én azt látom a szurkolókon, meg amikor olvasom ezeket a kommenteket, hogy valaki azt mondja, hogy maradjon, én imádom a kedvencem, és van még benne egy-két jó év, meg van az, aki azt mondja, hogy pesgőt fogok bontani. És itt Nagy Dános András kollégámnak kacsintok messziről, aki talán majd kint él Londonban, ő talán majd egy repülőt is küld felirattal a stadion fölé. Úgyhogy meglátjuk. Én nehéz helyzetben vagyok, mert én alapvetően a jól focizó Willian meg a személyiségét én szeretem, kedvelem, viszont nem tett jót neki ez a 10-es mez, meg nem tett jót neki ez az év. És ugye ő nem akar 3 évesnél rövidebb szerződést aláírni, a Chelsea 1+1 évet ajánlott, ami szerintem így is nagy szúgya a 30+-os játékos politikánkat ismerve, viszont ő pedig nem akar elmenni Angliából, mert végre harmadszorra sikeresen letette az állampolgári vizsgált meg esküjét, úgyhogy ő már angol állampolgár is, és mondta, hogy kifejezetten a gyerekeinek szeretné ezt a környezetet, tehát megint nem elképzelhetetlen egy újabb kettős ügynök az Arsenal keretén. Húha, ezt majd Haraszti Ádám, mindenképpen felvettem valamelyik esélyesőkben, de beszélj még azokról a piacképes játékosokról, akiktől meg lehet, hogy meg is kellene válni a Chelsea tekintetében. Ugye Bacsuáit már mondtad, rajta kívül ki az, akire így számolsz, mint távozó?
Hát akkor ugye a támadókat említettük, én úgy gondolom, hogy ott a támadó szekcióban más nem lesz, mert hogyha azt mondjuk, hogy Pedro Willian Batshuayi távozik, szerintem nincs más olyan, akit onnan ki lehet húzni. A középpályán érdekes egyébként Barkley szerepe, mert na ő is megosztó játékos egyébként, én nagyon nagy reményekkel vártam, mikor őt leigazoltuk az Evertontól, tudtuk, hogy sérülésből jön, de egyébként amit ott előtte letett az asztalra 21-22 évesen, az mindenképpen szép történet volt. Hát aztán neki ilyen felemás eddig, ami itt van, voltak nagyon katasztrófa meccs, és volt egy-egy ilyen tündöklése, de ő lehet az, aki távozik. Ha csak nem történik valami nagyon nagy csoda, szerintem Kanté nem igazol el ebben az átigazolási időszakban. Ő tipikusan az a játékos, egyrészt alapvetően, és itt most pozitív szempontból mondom, hogy színesbőrű, mert a színesbőrű játékosokról tudjuk, hogy sokkal nagyobb teherbírása van, mint a nem színesbőrű játékosoknak, és pont egy ilyen pozícióban egyébként láthatunk rengeteg korábbi példát, hogy ők a 30 pluszos éveikben is sokkal jobban ki tudják tolni a legjobbjukat, mint más játékosok. Ráadásul nem brazil színesbőrű, mert a brazil mentalitást is tudjuk alapvetően, hogy 30 éveik elejére már teljesen fókusz tudnak veszíteni, és inkább a partik bulik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő itt 29-30 évesen még egy-két évet simán eljátszhat a Chelsea-ben, és utána is lehet még érte jó pénzt kérni. Úgyhogy ott nem gondolnám. Zuma az, akinek én sajnálom egy kicsit, mert nagyon jól indult fiatalon, és úgy néz ki, hogy ez a térdsérülése keresztül húzta a karrierjét, és nem is azért, mert egyrészt nem tud olyan jól focizni, másrészt meg elképesztően rossz a karmája, vagy nem tudom, valami nincs rendben vele, mert az összes rossz megmozdulása nevéhez fűződik, meg annyira bal szerencséje volt ebben a szezonban, úgyhogy én úgy gondolom. És azt hiszem nagyjából így ennyi, mert a többiek fiatalok, Azpilicueta még ellesz itt egy-két évet, Tomori jó lehet alapvetően, a többieket meg már átbeszéltük. Na és akkor beszéljünk erről a Lampard-féle projektről. Milyen van Lampardnak, ami nem volt meg Sarriban, és amit nem kapott meg mondjuk Conte? Ugye Fanhal mondta, hogy he has balls, big balls. Úgyhogy igen, és egyébként neki is, tehát elég tökös ezzel a koncepcióval, azért a szezon elején mindenki kikezdte, illetve nagyon sokan kikezdték, hogy hát ez visszafelé is elsülhet, meg úristen, ez így nagyon, tehát Lampardot kinevezni egy derbis szezon után, és hogy azért ott is voltak hibák, és hát látjuk, vannak ebbe hibák, de egyre inkább őt igazolja az idő. Én azt látom, hogy egy nagyon rugalmas, gyorspasszos, letámadós, ellenfélhez is jól alakulós játékot próbál kitalálni. Tehát azt láttuk, hogy akár két-három különböző felállással is neki tud futni egy meccsnek a Chelsea, sőt, menet közben tudnak viszonylag kényelmesen szerkezetet váltani. Nem feltétlen probléma. Ha betömörülő ellenféllel kell játszani, az se probléma, ha mondjuk erősebb csapattal és kevesebb labdabirtoklással, lásd mondjuk City, vagy mondjuk a Liverpool elleni meccsek. De valóban még benne vannak azok a hibák, tehát nem is tudom, hogy mikor volt az, hogy ennyi gólt kaptunk volna rögzített szituációból utoljára, tehát ebbe kifejezetten erős volt a Chelsea évekig. De a projekt mindenképpen az, hogy nem akarom feltétlenül Allegrihez hasonlítani, de az Allegri csinálta szerintem ezt a Juventusszal, hogy éppen amit megkívánta az ellenfél, ahhoz tudta valahogy alakítani a csapatot többféle felállással, és itt is egy proaktív jó focit játszhatni. Én ezt látom, hogy hosszú távon ez, és mindenkinek meg lesz majd valami szerepe, alapvetően pressing, gyors passzok és rugalmasság, én azt mondanám az ő koncepciónának. Én azt látom, hogy elsősorban ez az A-verzió, tényleg ez a pozíciós játék magas pressinggel, de viszont felismeri azt, hogy jelenleg ezt a csapatnak a játékállománya nem képes azok ellen a csapatok ellen, mint mondjuk beszéltél itt a Cityről vagy a Liverpoolról, tehát ezekkel nem képesek ugyanezt ezt a játékot ráerőltetni az ellenfélre, úgyhogy ezért van a váltás. Itt az a kérdés, hogy ez egy jelenlegi állapot, vagy elsősorban maradni fog ez, hogy igenis a komoly ellenfelek ellen be kell állni a Chelsea-nek, mert egyszerűen ez Lampard. Értelemszerűen, hogyha ez egy ilyen kicsit kettős dolog, mert ha azt vesszük, hogy egy csapat feljavul,
és tud ő is olyan szintet képviselni, mint az ellenfel, akkor értelemszerűen nem lesz akkor alá fölé rendeltség. Tehát nem feltétlen az az alaptaktikája a Chelsea-nek, hogy behúzódik, és nem birtokolja a labdát egy másik csapattal szemben, hanem egész egyszerűen jelenleg még ott tartunk, hogy egy City meg egy Liverpool egyértelműen erősebb ebben, és kénytelen ilyen helyzetben, tehát ilyen helyzetben is futballozni, bár egyébként pont az odavágón láthattuk az Etihadban, hogy többet birtokolta a Chelsea a labdát, tehát hogyha sikerül ráerőltetni az akaratát az ellenfélre, akkor még egy City ellen is tudunk többet labdát birtokolni, és akkor azt a fajta alapjátékot játszani, amit játszani. Egész egyszerűen még nincs kész a keret, nincs kész a taktika, nincs meg hozzá minden egyes összetevő. Ha meg lesz, akkor is úgy gondolom, hogy lesz egy rugalmasság a játékban, és szükség is lesz, mert nem lehet szerintem 40-50-60 meccset végig robotolni ilyen keményen, és ugye ezzel a gegenpressinggel, ezt a Liverpoolon is láthattuk egyébként, nekik is volt törés az ő játékukban, és itt jöhet egyébként szerintem nagyon jól az, hogy Lampard föl tudja ismerni azokat a helyzeteket, hogy mikor kell egy kicsit váltania a taktikán, mikor kell egy kicsit változtatni a felálláson, és akkor máshogy megközelíteni a meccseket. Azért még idén látszódott, hogy nagyon komoly rangadókon azért volt, hogy nem tudta jól kezelni a helyzetet, akár mondjuk a BL kiesésről is lehet beszélni. Tehát, hogy ezek a pofonok még talán jókor jönnek, tehát, hogy most tanulja inkább meg, de feltétlenül akkor, mikor reális esélye lesz a Chelsea-nek mondjuk a különböző trófeákra. Alapvetően jókor jönnek, itt viszont nem teljesen értek veled egyet, egyrészt meg nem estünk ki a BL-ből. Na de viccet félretéve, a Bayern az egy ők is egy jó pár szinttel előrébb lévő csapat, és azt gondolom, hogy nem ellenük kell megmutatni. Ott elég volt egyébként két hiba, és 2-0-ra mentek el, tehát az a Bayern az egyelőre még bőven Chelsea előtt fölött messze. A legnagyobb probléma, ami volt ebben a szezonban, az a United elleni 3 meccs. Na ott láttam azt, hogy bármit is csinál. Az első meccs az egy nagyon balszerencsésen alakuló meccs volt, ott egyébként a Chelsea dominált, alakította ki a helyzeteket, de valóban jöttek az egyéni hibák, meg a balszerencsés helyzetek, és 4-0-as pofonnal sikerült eljönni. Sokkal nagyobb gond volt ugye a Carabao Cup-ban, illetve a visszavágón a United elleni játék, hiszen azt a fajta, azt nem tudta lereagálni. Tehát szerintem ezek a pofonok ebből a szempontból jókor jönnek, Viszont nincs olyan helyzetben a Chelsea, hogy lett volna 3-4 olyan meccs, amikor nem tudtunk volna mit csinálni. Mert egyébként a Liverpool ellen is volt lehetőség, szansz, illetve ott az FA Kupa mérkőzés a példa rá, és egyébként mondjuk egy City ellen is, akár az odavágón, akár a visszavágón, az viszont egyértelműen látszik, hogy vannak még hibák a gépezetben, és akkor ezért csúsznak be ezek a pofonok és vereségek. Illetve hát föl kell zárkozni az Európa elitjéhez, hogy például egy Bayernnel fel lehessen venni a versenyt. Ugye mondtad, hogy mi nem estetek ki a BL-ből, de ezt azért csak így félig mondtad komolyan, ugye? Röhögtem, nem? Jó. Jó. Kicsit úgy érzem egyébként, hogy Lampard érkezésével nem csak egy edző ült le a kispadra, hanem egy ilyen félig sportigazgató is, aki egy komoly koncepciót hozott, aki komoly koncepciót szeretne megvalósítani, és ha szétnézünk Európa szert, akkor azt látjuk, hogy ezek a stílusú edzők működnek, akik kicsit többek, mint egy taktikus. Hát átalakul teljesen a szerepe egyébként az edzői stábnak, hiszen és egyébként pont megint a Liverpool kapcsán ugye vették végig, hogy miből áll a bő technikai stáb ahhoz, hogy ez a csapat menjen, és egyre inkább eljutunk odáig, hogy mi volt a film címe, Brad Pitt-tel, ugye a baseballos Moneyball, tehát hogy ugye elkezdték, ott kezdték el igazán ugye az amerikai sportokban a statisztika alapú megközelítést, egy összetételhez, vagy egy taktika kialakításhoz, és egyre inkább azt látjuk, ha végignézi valaki, egyébként elolvassa szintén NSOS cikk, és tényleg nem akarom reklámozni őket, azt az írományt, akkor ott is végig lehet nézni, hogy nagyon sok fizikus, matematikus, adatbázis rögzítő, informatikus dolgozik a Liverpool bő keretében, hogy meglegyen. És egyre inkább azok az edzők fekszenek, vagy fekszik az ő játékuk, hanem az edzők fekszenek, illetve nem mindig ez más sztori. Egyre inkább azoknak az edzőknek megy ez jól, akik tényleg ilyen fajta koncepciót építenek fel. Tehát ugyanúgy, ahogy például egy jobb hátvédnek már nem az a dolga, hogy gyorsan fusson és le tudja védekezni a szélsőt, hanem majd, hogy nem egy teljesen egy. Tehát egy jobb hátvéd csak
annyival rosszabb egy jobb támadónál, hogy nem olyan erősek a támadó statjai. Egyébként ugyanazt kell már csinálni. És ugyanez egyébként, tehát komplexebb lett, összetettebb lett, és ez az edzői munkára, az edzői stábra is igaz, és ennek az új hullám egyébként Lampard. És még egyetlen egy dologgal egészíteném ki, a Chelsea-nél, ha megnézed, egyre inkább az a tengely kerül olyan pozíciókba a klub életében, szervezésében, akikkel a sikereket értük el. Tehát ott van Petr Cseh, mint ilyen nem is technikai igazgató, de neki is ott egy ilyen majdnem minden szerepe van. Joe Cole egyébként ifi csapatedző, Jody Morris is visszajött, és van még jó néhány ilyen játékos, és szerintem Terry is itt fog majd idővel kikötni. De azok a kaliberű játékosok, akik a klub legendái, és ők már a modernebb labdarúgást kezdték el képviselni, és ebből edzői szempontból is ezt a vonalat képviselik, vagy fogják a jövőben. Beszéljünk kicsit erről a stadion projektről. Ugye úgy néz ki, hogy újra be lehet adni a pályázatot itt az építkezésre, és kérdezem én, hogy ez egy olyan játéke, amiben érdemesebb beleszállni Chelsea szempontjából, látjuk, mi történt az Arsenal-al, látjuk, mi alakul a Spurs-nél, félsz esetleg egy ilyesmi előre meneteltől? Benne van a pakliban, mert hát előfordulhat velünk is, bár én úgy gondolom, hogy az Abramovich féle pénzköltés, meg az Abramovich féle apanázs, ami ugye nem feltétlen akkora már, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de egyre inkább, tehát pont, hogy azt akartam kihozni ebből, és hú, de össze-vissza indultam neki. Szóval az a fajta kultúra, amit az Abramovich elkezdett, egyre inkább átalakul egy üzleti projektét. Tehát a Chelsea brand lett, nem pedig az, hogy van egy pénzes valaki, aki pumpálja bele a pénzt ész nélkül, és akkor majd ebből lesz valami, hanem nagyon jól elkezdték felépíteni ezt a brandet, több szempontból, vagy több lábból tud a Chelsea bevételt szerezni, és erre nagyon jól ráéreztek, és akkor egyébként ott van még Abramovich, akinek ha kell, akkor a zsebébe tud nyúlni, és ugye az elmúlt időszakban annyira nem nyúlt bele a zsebébe, hogy itt ilyen több százmilliós kiadások lettek volna. Persze volt egy-egy nagyobb átigazolás, de hogyha megnézzük a bevételeket is, már mint játékos eladásból, a sok kicsikből voltak ezek fedezve. Tehát nem az volt, hogy akkor abra papa elővette a gázpénzét, és tessék, srácok. Viszont itt ugye erre szükség van, mert egy 1 milliárdos stadionról beszélünk, illetve ott az egész városnegyedet fel kell újítani, és hát a telek a legnagyobb szívás, mert ugye a vasútvonal, metróvonal, lakópark határolta telekről beszélünk, ami nagyon be van szorítva, nem, aki volt egyébként ott a Fulham Broadway környéken, az látta, hogy mennyire tényleg itt a semmiből tűnik elő a stadion, és mennyire nincs hely, hogy máshova tegyék, ide forgassák, oda tegyék, tehát ezért lesz ez ilyen drága, meg hát ugye London önkormányzat, illetve London polgármestere is csak úgy fog engedélyt adni erre, hogyha az egész negyedet megcsináltatja Abramovich. Én úgy gondolom, hogy mivel most talán ez az egész jókor jöhet, mert ha ez mondjuk 2 évvel ezelőtt lett volna, és úgy fordulunk erre az időszakra, akkor nagy valószínűség szerint mi is úgy megszívjuk, mint az Arsenal, vagy ahogy kinéz a Tottenhamnél, de így, hogy például elkezdtünk egy új koncepciót felépíteni, és arra megvesszük a megfelelő játékosokat, ami korábbról ugye pénz megmaradt, és ezután lehet ráfordítani a stadionra egyébként komolyabb összegeket, az szerintem kevésbé érzi meg majd, illetve reménykedem benne, hogy kevésbé érezné meg a csapat, és talán Abramovich okosabban vagy jobban fogja tudni ezt menedzselni anyagilag, mint az előbb említett tulajdonos csapatok, tulajdonosok. Beszéljünk még itt egy témáról, mert a Chelsea-től független, vagyis hát igazából függ is egy kicsit, meg nem is itt a Premier League-nél. A videóbíró esete, valamint ez a golvonal technológia, ami az első mérkőzésen nem működött, hogy az Aston Villa Sheffield meccsen, biztosan te is láttad azt a labdát, ami bőven bent volt. Nem láttam, én se láttam. Nyilván egy küldözőről van szó, de szóval mindent viccet félretéve. Igen sok balhé van e körül. Mit gondolsz, hogy az angol futball egy ilyen speciális közeg, ahol egyszerűen ezek a technikai eszközök nem fognak egyszerűen normálisan működni, vagy időt kell neki hagyni? Nagyon komoly hangok vannak egyébként, egyre hangosabbak a videóbíró ellen. Te hogyan vélekedsz ebben a témában? Ezek rövid távú gondolatok, vagy igenis érdemes elgondolkodni ezen, hogy hát a futball ős hazájában lehet, hogy mégsem fog működni ez a rendszer. Az egyik kapásból is ketté a két technológiát, mert teljesen más a történet. Tehát van egy golvonal technológiánk, ahol egy egyértelmű szabályrendszer szerint
alakul az egész. Tehát ott nincs kérdés, nincs mérlegelés, ott az a kérdés, hogy teljes terjedelmével átment, vagy nem ment. Tehát semmiféle egyéb szempontot a gólvonal technológiának nem kell vizsgálni. Az, hogy most érvényes a gól, nem érvényes, tehát hogy más szempontból volt a szabálytalanság, bármi elé egyéb előtt, az nem a gólvonal technológiára tartozik. Tehát az már egy kiforrott, én úgy gondolom, hogy jól működő, és egy ahhoz képest egyszerű rendszer, mint mondjuk a videóasszisztens. És visszakérdeznék, baj van a gólvonal technológiával? Tehát, hogy mondjál légy szíves másik olyan esetet, amikor ilyet hibázott a gólvonal technológia. Hát nyilván nem tudok mondani, de hát itt azt mondtak, hogy nem volt bekapcsolva az eszköz. Nem volt bekapcsolva az eszköz, az a gólvonal technológia hibája, vagy azért, aki elfelejtette bekapcsolni a gólvonal technológiát? Nyilván nem a technológiai probléma. Nincs. Igen. Én úgy gondolom, hogy a gólvonal technológia, ez akkor a saját véleményem, én úgy gondolom, hogy a gólvonal technológia tökéletesen működik azóta, amióta bevezették. És úgy gondolom, hogy ennyi hibahatárt kell hagyni mindenféle konstrukciónak, legyen az emberi tényező, vagy ugye kép, vagy számítástechnikai szempontból, tehát ugye ez a videóleképező rendszer. Tehát ennyi hibahatárt kell hagyni, hogy most nem három éve van már, azt hiszem, hol van a technológia. Egyszer előfordult egy ilyen, és akkor se a rendszer romlott el, hanem valaki nem kapcsolta be. Tehát én nem gondolnám, hogy a gólvonal technológiával bármiféle gond lenne, én már akkor is szorgalmaztam, és nagyon jó döntésnek tartom, és úgy gondolom, hogy a gólvonal technológia tökéletesen működik, de ez a saját vélemény. A videóasszisztens az egy másik kérdés, ott egész egyszerűen nincs kiforva teljes mértékben a megfelelő szabályrendszer mögötte, illetve a technika használata. Tehát amikor láttuk, hogy elkezdünk milliméterezgetni ekkora leseknél, meg ez így áll, úgy áll, most ez les volt, nem volt les, és az inkább a kiforratlanság miatt van, illetve egyelőre még az emberi tényező, hogy akkor most jaj, mit mondanak a bíróról, vagy most bemerjük fújni, nem merjük befújni, illetve a szabályok nem minden esetben egyértelműen vannak leírva, és hát emiatt vannak ezek az anomáliák a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy jó irányba halad, de ott is türelmesnek kell lennünk, és alapvetően kell még idő, hogy ez jól működjön. Emlékezz vissza, amikor ugye felmerült egyáltalán ez a videóbíró dolog, akkor mennyien hőbörögtek, és úristen, hát ez baromság, ez megint amerikai hülyeség, amit használnak, és egyébként akik meg követik az amerikai sportokat, nekik meg teljesen természetes, és működik a történet. Én időt adnék neki, mert nagyon sok esetben jó, hogy volt VAR, és nem máshogy kellett elvarni a szálakat, jaj, de szarszó vicc. Csak egész egyszerűen idő kell még a technika is, meg az emberi hozzáállás is, teljesen kiform meg a szabályrendszer is, hogy ezt úgy tud használni, hogy ne legyen kérdés körülötte. Elsősorban mondjuk, ha azt nézzük, a Bundesligában jóval kevesebb ilyen probléma van. Miért van az, hogy pont az angoloknál van ez a sok gond? Mert ugye az összes topligában igazából futnak egyébként ezek a dolgok, de még az olaszoknál is sokkal kevesebb hibát találnak, vagy sokkal kevesebb vita van ebből. Ez akkor minek köszönhető? A szurkolóknak a vérmérséklete okozza ezt a problémát? Hát most, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor ugye a franciák, portugálok, meg ezek a lazább nemzetek kicsit könnyebben közelítik meg a helyzeteket, a németek nagyon szigorúan, ugye kis kocka a beállítással ők. Szó szerint követnek mindent, az olaszok bundázzák végig az egészet, tehát ott nem a VAR dönti el, és akkor eljutottunk az angolokig, de viccet félretéve egyébként az FA és a bírói szövetség miatt van ez így, mert ugye Angliában a bíróknak, meg ugye a labdarúgó szövetségnek mindig is sokkal nagyobb hangsúlya és döntési lehetősége volt az összes többi ligához képest, és ugye ez mindig is érződött, hogy egy kicsit ők fennhordják az orrukat, és kicsit érinthetetlenek a bírók, a döntéseik, és különben is, aki rossz szót mer szólni, azt eltítják 2-3 mérkőzésre, pénzbírság és a többi. Inkább itt ez a probléma, ezért van sok gond egyelőre, vagy több gond ugye az angol bajnokságban a többihez képest, mert ott még egy kicsit a bírói, meg a szövetség megítélése más, mint a többiek szerintem. Szalkai Balázst hallhattátok, a Magyar Chelsea Szurkolói Klub tagjától. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hát remélem élvezni fogjátok. Szép estét mindenkinek. Veletek pedig legközelebb a Hot Topic-ban fogunk találkozni, de lesz esélyesők is már a stúdióból. Vasárnap lesz esélyesők top 10 is, valamint elindult már a Rázókő című műsorunk is, amit ugye Újvári Máté és Bereznai Dániel vezet. Azt is mindenképpen nézzétek meg, és
aki még kíváncsi a Chelsea City összefoglalójának az elemzésére, Pete nózódásunkat megnézhetitek, ami tegnap került ki a YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmet, további szép estét mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!